Jó estét kívánok! Önök a hírös híreket látják 19 órakor. Nézzük, miről lesz szó a mai híradónkban. 8. alkalommal rendezte meg a Kecskeméti Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat az Ifjúsági és Diák Fórumot. Májusban elkészül, júniusban pedig már birtokba is vehetik a gyerekek Kecskemét egyedülálló népmese játszóterét a Hunyadi városban. A tavaly őszi cserben hagyásos baleset szakértői vizsgálata miatt forgalomkorlátozás lesz Kecskeméten, szerdán este a Mária körúton. Nyolcadik alkalommal rendezte meg a Kecskeméti Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat az Ifjúsági és Diák Fórumot. A kedden megtartott tavaszi programsorozatra a város valamennyi általános és középiskolájából várták a résztvevőket az ifjúsági otthonba. A hüvelykújad a nevez. A mutató, hogy honnan jöttél. Csapatépítő játékokkal vette kezdetét az immár 8. alkalommal megrendezett Ifjúsági és Diák Fórum tavaszi programsorozata ma reggel a Híres Agora ifjúsági otthonban. A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat több kecskeméti közösségi szervezettel összefogásban minden tavasszal és ősszel szervez hasonló fórumot. Évente 2 olyan alkalom van, ahol ugye a fiatalok a fórum keretében el tudják mondani a véleményüket, ötleteiket, és ugye meg tudnak ismerkedni a Kecskeméti Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatnak a munkájával, és ez nagyon fontos, hiszen tényleg egy jó hangulatú, közösségépítő feladatokon, programokon vesznek a mai nap részt. A szórakoztató feladatoknak kettős haszna van. Nem csak a feloldódást segítik, hanem lehetőséget biztosítanak a fiataloknak arra is, hogy minél több kecskeméti kortársukkal ismerkedhessenek meg. A mai események emellett több ízben is eszmecserére adtak lehetőséget az érdeklődő diákok számára azokban a témákban, amelyek az ő generációjuk szempontjából igazán fontosak. A fórumnak 2 komolyabb része is van, az egyik az előadások, ahol előadókat hívunk meg, ami a fiatalokat mindenképpen új gondolkodásra serkenti. Most például Simonfi Péter fog eljönni, és ő pedig a generációnk téveszméjéről, arról, hogy bármi lehet, fog beszélni, ami egy elég érdekes téma, illetve lesznek workshopok, ahol a fiatalok a készségeiket fejleszthetik. A tavaszi ifjúsági és diákfórum eseményeiről részletesebben Kiemelő című magazinunkban számolunk be. Májusban elkészül, júniusban pedig már birtokba is vehetik a gyerekek Kecskemét egyedülálló játszóterét. A Hunyadi városi Hankovszki ligetbe 5 népmesei ihletésű játszóeszközt telepítenek majd. A hivatalos átadást a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál megnyitójához igazították. Ez ugye a meglévő átkaposásnak a nyomvonalára épült ki, nem teljesen egyenes vonalban, mint ahogy most van, de tulajdonképpen követi annak vonalát. Így fog kinézni Kecskemét egyedülálló játszótere. Hamarosan nem akármilyen játékokat vehetnek birtokba a Hunyadi város apró lakói. Május végére elkészül, júniusban pedig birtokba vehetik Kecskemét népmese játszóterét, amelynek ötlete Mikulás Ferenctől, a Kecskemét Film Kft. Animációs stúdió ügyvezető igazgatójától ered. Mikulás Ferenc úr jelezte a képviselőnek, illetve a városvezetésnek azt az ötletét, hogy itt olyan játszótérre lenne úgymond szükség, amiben a Rajszúny stúdió is megjelenne a népmese elemekkel. És hát meghallgatásra került a városvezetés részéről ez a gondolatmenet, és az idei költségvetésbe be is került a játszótér kérdése. A múlt héten lebontották a régi játékokat, hamarosan 5 játszóeszköz és egy jelképes kapuelem kerül majd a térre. Megújul a park növényzete is. Emellett természetesen megújul a játszótér teljes növényállománya, illetve, hogy látszik, itt egy áttaposás is látható, ez új térburkolatot is kap. Emellett egy ivókút kerül elhelyezésre, illetve továbbra is biztosított lesz egy színpadnak a helye rendezvények számára. A magyar népmesék ihlette játszótér közvetlenül a Természetháza és a Rajzfilm stúdió között a Hankovszki ligetben kap majd helyet.
elbontottuk a régi játszóeszközöket, azt mindenképpen fel kellett volna újítani, tehát a bontás esedékes volt, hisz már hibásodás volt rajtuk elég sok. Annak a bontása megtörtént, és ebben a hónapban elkezdjük a járdaépítéseket, illetve elkezdjük a vízlekötést és egy ivókútnak a kialakítását, majd május hónapban kezdődik konkrétan a játékeszközöknek a telepítése. A speciális népmesei motívumokhoz kialakított játékoknak a kihelyezés után még át kell esniük a szabványossági minősítésen, mielőtt a gyerekek használni kezdenék. A hivatalos átadást a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál megnyitójának napján tartják majd. A játszótér elkészültéig a hunyadi városiak a Hunyadi téren levegőzhetnek, illetve a Teleki Pál téri játszóteret használhatják. Szerda délután 6 és 7 óra között forgalomkorlátozásra kell számítani a Mária körúton. A lezárásra a tavaly októberben történt cserbenhagyásos gázolás szakértői vizsgálata miatt lesz szükség. A Petőfi Sándor utca Dózsa-György úti kereszteződéstől a Nyíri útig kell lezárásra számítani holnap a Mária körúton. A rendőrség előreláthatólag 18 órától 19 óráig korlátozza majd a forgalmat a tavaly október 12-én történt cserbenhagyásos gázolás szakértői vizsgálata miatt. A korlátozás alá eső szakaszon a megadott időszakban csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszok mehetnek át, kerülni a környező utcákban lehet. A halálos kimenetelő közúti közlekedési balesetben egy 63 éves férfi nem a kijelölt gyalogos átkelőhelyen akart átmenni a Mária körúton, elütötte és cserben hagyta egy X5-ös BMW sofőrje, a földön fekvő emberen ezután pedig egy busz is áthajtott. Pár órával később otthonában megtalálták a BMW 62 éves sofőrjét, aki beismerő vallomást tett. Március 18-áig kell befizetni a helyi adókat és a gépjármű adót, mivel március 15-e munkaszüneti nap, tájékoztatta stábunkat dr. Határ Mária jegyző. Az önkormányzati adóhatóság postára adta a gazdasági társaságok esetében elektronikus úton megküldte az értesítéseket a nyilván tartott adózók folyószámla egyenlegéről. Az értesítő tartalmazza az adózó előző évekből eredő tartozását, esetleges túlfizetését és a 2019-es évre esedékes helyi adókat, valamint a gépjárműadót. Az előző évhez hasonlóan a természetes személyeknek a küldeményhez mellékelték a második féléves építményadó és gépjárműadó fizetési kötelezettséget tartalmazó készpénzátutalási megbízásokat. Amennyiben nem történik adókötelezettséget érintő változás, úgy ezen adózók nem kapnak az adóhatóságtól újabb értesítőt a második félévi kötelezettségekről. A második félévi befizetések határideje szeptember 16-a. A természetes személyeknek továbbra is van lehetőségük adófizetési kötelezettségüket banki átutalással, csoportos beszedési megbízással vagy az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási idejében elektronikus módon poszterminálon keresztül bankkártyával teljesíteni. Több mint 100 fő kényszerül elhagyni a helvéciai Antolin Hungari Kft-t. Csoportos leépítést jelentettek be az autóipari cégnél, amely egyelőre nem nyilatkozik az okokról. A múlt héten csoportos leépítést jelentettek be Kecskeméten az Antolin Hungarynél. Az elbocsátott emberek számáról pontos adatot egyelőre nem lehet tudni. Egyes források 100, míg más nem hivatalos források 150 fős leépítésről adtak hírt a napokban. A cég azonban televíziónk kérdéseire híradónkig nem válaszolt, így arra sem pontosan hány főt kénytelenek elküldeni. Szerettük volna megtudni, mi a pontos oka a dolgozói létszám csökkentésnek, eddig azonban az Antolintól erre sem érkezett válasz. Ami biztos, hogy a vállalat csoportos létszámleépítést jelentett be a kormányhivatalnál, melyet a belföldi kereslet csökkenésével indokolt. A kormányhivatal a rendelkezésre álló eszközökkel többek között személyre szabott tanácsadással segíti a munkavállalók elhelyezkedését, amelyre jó esély van tekintettel a Kecskemét és cég környékén működő vállalatok és beruházások munkaerőpiaci keresletére. A cég a gazdaságfejlesztési operatív program támogatásával zöldmezős beruházás keretében új csarnokot is épített Helvécián, mintegy 5,5 milliárd forint értékben, amelyből 1 milliárdot az Európai Unió, valamint a magyar költségvetés adott.
A spanyol Grupo Antolin 2015-ben vásárolta meg a Magna International-től az üzletágat, és az európai piac mellett jelentős árbevételt realizált kínai exportból is. Nem hivatalos gazdasági értesüléseink szerint a várakozások ellenére az Antolin megrendelés száma csökkent, mivel több gazdasági tendert nem sikerült elnyerniük, így feltehetően ez indokolja az elbocsátásokat. Újabb életeket mentettek meg Kecskeméten telefonos segítséggel. A napokban egy férfi esett össze az utcán, akit a járókelők. Az autójában rosszul lett nőt pedig a rokonai mentettek meg, a mentők szakszerű telefonos segítségének köszönhetően. Tegnap délelőtt két embernek is az utca emberei segítettek a mentősök telefonos utasításai alapján. Az Országos Mentőszolgálat hivatalos közösségi oldalán írt a két esetről. A tegnap reggeli órákban egy utcán összeesett férfihoz kértek segítséget a járókelők. A mentés irányító telefonos segítsége által megvizsgálták a férfit, aki nem lélegzett, így azonnal cselekedtek. A vonal túlsó végén lévő mentős utasításokat adott arról, hogyan éleszik újra a férfit. Az instrukciók pontos betartásával percekig végeztek mellkasi nyomásokat a betegen, míg a mentő személyzete meg nem érkezett és át nem vették az újraélesztést. Nem sokkal később egy nő lett rosszul autójában, így a vele lévő rokonok hívták a segélykérő vonalat. A két bejelentő nő kiemelte a beteget az autóból, a földön megvizsgálva nála sem tapasztaltak légzést. A mentős újra telefonos információkat adott, így a mentőhelikopter kiérkezéséig a két rokon mellkasi nyomásokat végzett a betegen. A kecskeméti mentésirányítók átlagosan napi 150 segélykérést fogadnak, azonban nagyon ritka, hogy egymás után két sikeres újraélesztést vezényeljenek le telefonon. Az időben megkezdett életmentéseknek köszönhetően mindkét beteget stabil állapotban szállították kórházba. Közel 300 gyermek táncolt kedden délután a Móra Ferenc Általános Iskola tornacsarnokában, az intézmény 20 éves hagyománnyal rendelkező néptánc találkozóján. A rendezvény bemutatkozási lehetőséget kínál a kecskeméti és Kecskemét környéki gyerekeknek. Apró lábak kopogásától volt hangos ma a Móra Ferenc Általános Iskola tornaterme. 300 néptáncos gyermek lépett fel a délután folyamán. Közel 20 éve szervezzük ezt a néptánc találkozót. Kezdetekben azzal a céllal hoztuk létre, hogy a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál előtt a város általános iskoláinak néptáncsoportjai bemutatkozási lehetőséget kapjanak. Kecskemétről és környékéről is érkeztek táncos lábú gyermekek. Két bátor ceglédi fiatal azt is elárult a stábunknak, miért szeret táncolni. Nekem nagyon megtetszett a néptánc, és szeretem a régi hagyományokat. Szinte belém nevelték, és már vonz engem, nem tudok megválni tőle. A gyerekek érdeklődve figyelték a Kecskemét Tánc Együttes parás csoportjának nyitó táncát. Kecskésné Marti Mariantag intézmény vezető nyitotta meg a találkozót, amelyre a város és a tankerület képviselői is eljöttek. Reméljük, hogy hagyományunk továbbra is folytatódik. Két évente mindig szeretnénk megtartani a jövőben is ezt a néptánc találkozót. A tagintézmény vezető hangsúlyozta, a találkozó nem verseny, hanem lehetőség a bemutatkozásra és népi hagyományaink ünneplésére, ápolására. Minden eddiginél nagyszabásúbb pavilonnal és programmal jelent meg Bács-Kiskun megye és Kecskemét közösen a 2019-es utazás kiállításon Budapesten. A sikert egy komoly települési és intézményi összefogásnak köszönheti megyénk. Ebből az alkalomból szerveztek fogadást Kiskun Félegyházán a Roktárban, ahol köszönetet mondtak a kiállításon résztvevő megyei településeknek és a megjelenést segítő cégeknek, intézményeknek. Az együttműködők a Bács-Kiskun megye kiállításon átvett emlék plakettjének másolatát kapták meg. Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke a helyszínen elmondta, egy hosszú távú építkezés eredménye ez a siker. Több éve építik már azt a hálót, amely a megye településeit egységbe képes kovácsolni. A munkának most éred be a gyümölcse igazán. Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét alpolgármestere is örömét fejezte ki a helyszínen, és hangsúlyozta, fontos, hogy a megye és így Kecskemét turisztikai értékei is minél szélesebb közönség előtt jelenhessenek meg.
A Hungexpo utazás kiállítása a média visszhang miatt is fontos, amely Bács-Kiskun megyét és így a híres várost is reflektorfénybe helyezte. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. 8. alkalommal rendezte meg a Kecskeméti Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat az Ifjúsági és Diák Fórumot. A tavaszi fórumra a város valamennyi általános és középiskolájából várták a résztvevőket. Májusban elkészül, júniusban pedig már birtokba is vehetik a gyerekek Kecskemét egyedülálló népmese játszóterét a Hunyadi városban. A hivatalos átadást a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál megnyitójához igazítják. A tavaly őszi cserben hagyásos baleset szakértői vizsgálata miatt forgalomkorlátozás lesz Kecskeméten, szerdán este a Mária körúton. Az érintett szakaszt este 18 és 19 óra között csak a menetrend szerinti buszok használhatják. Egy nap alatt 2 életet mentettek meg Kecskeméten telefonos segítséggel. A napokban egy férfi esett össze az utcán, akit a járókelők, egy autójában rosszul lett nőt pedig a rokonai mentettek meg a mentők telefonos segítségének köszönhetően. Önök a híres híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Bemutatjuk a tavaszi ifjúsági és diák fórum interaktív foglalkozásait. Vendégünk lesz Papné Borzavári Krisztina és Bodor Éva a Logopédia Európai Napja alkalmából. Végül megmutatjuk Bács-Kiskun megye új bornagykövetét. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. A kecskemétitv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezzünk, tartsanak majd akkor is velünk. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán nagyrészt napos időre számíthatunk, helyenként megnövekvő gomoly felhőzettel. Napközben többfelé megélénkül a délire forduló szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Csütörtökön szűrt napsütésre számíthatunk, mindenütt megerősödik a déli, délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 4 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között várható. Pénteken a szakadozott felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra számíthatunk. Szorványosan várható kisebb eső, zápor. Többfelé erős lökések kísérik a nyugatias szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 11, a legmagasabb hőmérséklet pedig 12 és 19 fok között valószínű.